Két évvel ezelőtt égett le Szabadkán a Magyar Ifjúsági Központ irodája. Az akkori tűzeset után két asztal és az a polc maradt meg. A WIFO magyarországi támogatásból szerezte be a mindennapos működéshez szükséges eszközöket. A pályázati pénzből laptopot, szőnyeget, szekrényeket és több funkciós gépet vásároltak. A mindennapi fennmaradásunkat jelenti, hiszen sajnálatos tűzeset után nem lenne miből felépíteni a Vamadisznek és a WIFO-nak az ifjúsági központot, amennyiben nem lennének ezek a pályázatok, hiszen nagyon kevés, vagy szinte alig vannak olyan pályázatok, ahol eszközöket, illetve a mindennapi működéshez fontos dolgokat lehet lepályázni, általában csak programokra vannak kinyitva pályázati lehetőségek. Magyarország a nehéz gazdasági helyzet ellenére jövőre sem csökkenti a határon túli magyaroknak nyújtott támogatás összegét. 13 milliárd forint jut erre a célra 2012-ben is. Megmaradnak a kisösszegű pályázatok, de a nemzeti jelentőségi intézmények és programok rendszere is visszatér, nyilatkozta Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár. Azt szeretnénk, ha azok az intézmények, amelyek folyamatosan működve szolgálják egy adott közösségnek a megmaradását, azok minél kiszámíthatóbban gazdálkodhatnának. Tehát nem eseti forrásokra kellene támaszkodniuk, mindig a pályázati lehetőségeket lesni, hanem lenne egy olyan megbízható alap, amely normatív keretek alapján biztosítja a hosszú távú, akár évekre előre tervezhető finanszírozást. A magyar kormány most dolgozza fel azokat az ajánlásokat, amelyeket a nemzeti jelentőségű intézményekre nyújtottak be a határon túli magyar szervezetek. A jövő év elején áll össze a lista, amelyből kiderül, mely intézmények kerülnek be ebbe a támogatási körbe.